Soba tesznek-e halok, élek-e, halok-e, koporsóba tesznek-e, élek! Rajta.
kedves tankerületi igazgatóasszony, kedves igazgatóasszony, kedves szülők, zenetanárok, kedves gyerekek, szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai rendezvényen. Nagy öröm számomra, hogy egy Pirisvörösváron vendégül láthatunk, úgy hallottam, hogy 10 iskola és több mint 100 gyereket a mai napon. Külön öröm számomra ez, mert a polgármesterségem előtt valaha nagyon régen még én is ennek a zeneiskolának a tanára voltam, és nagyon öröm számomra, hogy az a több évtizedes munka, amit valaha a Pirisvörösvári város vezetése a zeneiskolára fektetett, az úgy látom, hogy tovább folytatódik az utóbbi 5 évben is, amióta a Krika fenntartója a zeneiskolának. Nyugodtan merem ezt mondani, annak ellenére, hogy bennem is voltak aggodalmak, de azt látom, hogy ugyanolyan jó kezekben van a zeneiskola ma is, és ugyanazt az igazgatót választották újra, aki annak idején a városvezetésének, az iskolának az élére tett, és a Oláni Szabó, amit a ugyanazzal a lelkesedéssel végzi ma is a munkáját, amivel a korábbi években. És nagyon nagy öröm az nekem, hogy valahogy érintett az igazgató azt, hogy is, hogy azt az együttműködést, ami itt a járáson belül, vagy a szűkebb körzetben volt a zeneiskolák között, azt folyamatosan fejlesztik. Ez egy elismerés is számunkra. Úgy érzem, hogy a Vörösvári Zeneiskola szakmailag is egy vezérhajó itt a környéken, a tárgyak környezetet nem ismerem, nyilván vannak más vezérhajók is, de büszke vagyok arra, hogy a miénk az is egy ilyen vezérhajó, és nagyon örülök annak, hogy ilyen rendezvények megszervezésére is vállalkoznak a napi munkánk túl. Mindenki tudja, hogy egy pedagógusnak mennyi energiát viszel a napi munka, és afölött bevállalni egy ilyen rendezvénynek a megszervezését, a bonyolítását, úgy gondolom, az külön dicséretet érdemel. Úgyhogy köszönöm szépen úgy az iskola vezetésnek, mint a tankerületnek a jó együttműködést, és kívánom, hogy a mai koncerten mindenki nagyon szépen szerepeljen, mindenki legyen büszke gyerekeire, növendékeire, és érezzük jól magunkat együtt. Köszönöm a figyelmet! Sárközi Márta, igazgató asszony, kérlek, hogy pár szóval köszönjük. Kedves gyerekek, kedves kollégák, kedves szülők, magármester úr, igazgató asszony, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai Művészeti Iskolák Fesztiválján. Amikor megláttam igazgató asszony itt a lépcsőn, akkor mondtam is neki, hogy nem hívják ezt a rendezvényt, hiszen mert ez. Mert hogy nyárban, fesztiválban remélhetőleg jól érezzük magunkat, mert akiket eddig találkoztam, az mindenki mosolygott. Igazgató asszony valamikor egy két hónapja említette nekem, hogy a Cirka minden évben rendez egy ilyen művészeti találkozót. El is mondta azt a kört, ahol. És akkor én egy bátortalan kísérletet tettem arra, hogy megkérdeztem tőle, hogy nem szeretnék ezt a kerületi szintre kiterjeszteni. És lámán kiterjesztette, ezért van most 10 intézmény, a 10 intézményből egy egyház intézmény, Bilis Csabáról, akiket láttunk, a többi intézmény pedig az érdi tankerületi központ feltartásában működő intézmény. Nagyon szeretem a művészetet. Erre nem tudok más mondani, polgármester úrnak éppen az elég mondtam el, és remélem éppen majd megerősítünk, hogy Szőnyi Erzsi kerülével is szoktunk találkozni még, hál' Istennek, és például holnap szolgális verseny lesz a Szőnyiben. A művészeti iskolák megindulnak ilyenkor tavasszal, és nincs olyan hétvégén, amikor valamilyen rendezvény nem lenne. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a pedagógusok, főként a pedagógusaink, pontosan tudják, hogy egy nap 24 órától áll, és egy éjszakáról. Mondtam, hogy szeretem a művészeteket. Valóban, amikor igazgató lettem, akkor következő évben éppen a Szanad Művészet Oktatási Intézmény 100 tanulgattár. Az idén sikerült létrehoznunk egy művészet oktatási intézmény Herceghalmon. Jövőre remélem megoldódik a művészet oktatási részszámtól is. Vannak most is olyan átszervezési javaslataink, amelyek a szólóéneket, valaképpen képzőművészeti ágban terjesztünk fel további tanszakokat, amiket szeretnénk bevezetni a művészet oktatásra.
a művészetben való gátlasság, készség, de ha csak valaki a saját szórakoztatására csinálja, akkor is önfegyelmet ad, örömet okoz, boldogságformon számunkra. Hát én ezt a nagy örömet, boldogságformon már most megkaptam itt az első fellépőtől, és én azt kívánom, hogy ma valamilyen ezzel a nagy szeretettel menjünk haza. Én ezt találtam egy idézetet, amit gondoltam, hogy elhozott, ez pedig így szól, hogy a szavak nem mindig képesek elvégezni azt a munkát, amelyre szükségünk van. Zene kell ott, ahol a szavak kudarcot vallanak. És akkor kiegészítem, hogy zene, tánc, dráma, képzőművészet. Minden művészet kell ott, ahol a szavak kudarcot vallanak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Eső, csendesen, dögjön és a hegyeken, zúg a fó.
Thank you.